Szent Kristóf a hajósok és utasaik védőszentje. Ez nagyrészt annak a középkori legendának köszönhető, amelyben a Szent Krisztust, mint Isten gyermeket viszi át a folyón. A 14 segítő szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja, akinek képét ma is sok autós és motoros magával hordja. Róla szólt legutóbb a Szent Mise jezsuita templomban, ahol Mészáros István felolvasta dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekének a hívekhez szóló levelét is, melyben a főpásztor arra kéri az időseket, hogy vegyék fel a védőoltást a világjárványt okozó betegség ellen. Sajnos az elmúlt napokban mivel a megye egybeesik az egyházmegye területével, fel kell hívnunk mindenki figyelmét arra, hogy az 5. parancs megtartásának szellemében mindenkinek legyen lelkiismeretben fontos, hogy a koronavírus elleni védőoltást felvegyen. A fiatalok felelősek az idősekért, de az idősek is felelősek a fiatalokért. Az idősek, akik megkapták az oltást, komoly feladatuknak tartsák, hogy a fiatalokat buzdítsák a védőoltás felvételére. A Szent Mise végén a közös imádság után először az atya a templom előtt sorakozó kerékpárokat áldotta meg. Használják egészségre. Majd ezt követően a főutcai parkolóban álló járművek következtek, ahol két rendőrautó is kapott a szentelt vízből. Az áldásból nem maradhattak ki a kalocsai Kéklovagok Rendészeti Motoros Egyesület járgányai sem.